Szép jó napot kívánok a hölgyeknek, uraknak, ez itt a Pádimónium első adása. Azt kell, hogy mondjam, hogy a videójáték ipar az egy eléggé szürreális hely tud nekem számomra néha lenni. Erre akkor jöttem rá, amikor egyébként Conan O'Brien-nékkel meg Elijah Wooddal együtt jöttem rá, amikor néztem a Clueless Gamer egyik műsorát, amikor azzal foglalták el magukat Quest gyanánt, hogy néztek egy esküvői ruhát, ami Lady Luna Freya esküvői ruhája volt. Most kicsit ez az volt az érzés, amikor a Spelunky 2-t nekem bebutattad, tehát így de látom, örülsz neki, tehát hogy leszáll egy űrhajó, abból ilyen felfedező kalandor, ilyen ásató... Menj mögött a misztikus zene, ráadásul, hogy várod azt a pillanatot, hogy ki fog kilépni ki a hajóból. Igen. És egy rakat felfedező kalandor ilyen munkavédelmi sipkában így kiszáll belőle, és elkezd szépen ásni, lemegy egy nyelv. És egy kiskutya ugrik ki először. Ja, igen, tényleg a kiskutya. Megy a zene, nagy ezért kinyílik és sejtelmesen az ajtó, és így kiugrik a kutya, és így nézze, hogy ez mi volt? Ez mi volt? Tehát így, és ugye a föld alatt mit találnak? Ilyen maja meg inkaromokat. Igen. Jó van, tehát akkor vágjunk bele. Tehát az van, kérdésed van, úgy érzem. Igen, van egy pár. Nem is tudom, hol kezdje. Mi ez? Ez kérlek szépen egy második része egy roguelike indie játéknak. Magyarázom a terminológusokat, ugye roguelike az azt jelenti jelen esetben, hogy a 1970-es, 80-as években csináltak olyan számítógépre, ott csináltak olyan szerepjátékokat, ahol még nem volt normális grafikája ugye a játékoknak, hanem ugye kis eszki ikonokkal kellett ilyen dungeonökben, barlangokban kotorászni, felfedezni, és full szerepjáték volt az egész, és mindig random generálva voltak a barlangok. És ez akkoriban nagyon dívott, és a Spelunky, amiről most beszélünk, ez a játék volt az, ami 2008-ban visszahozta ezt a fajta stílust. Ezt a roguelike stílust. Előtte kikopott a köztudatból eléggé. És ez volt az, igen, egyik, ami beindította újra ezt a, hát, hogy manapság már minden, például Dead Cells, meg ezek a játékok. Aha. Igen, ez volt a 2008-ban, tehát a fejlesztőjét ugye Derek Yu-nak hívják, és 2008-ban ő készítette egy freeware játékot, hogyha rákerestek a Google-el neten, hogy Spelunky, és beírjátok meg, hogy download, akkor simán most is kilobja a honlapot, ugyanúgy működik. És a legelső változatát még most is ingyen le lehet tölteni, és lehet vele játszani. Jó játék, csak borzalmas az irányítás, mert amerikai billentyűzetre van leosztva, és nem lehet variálni. De ez volt a lényege, hogy és innentől született meg a roguelike, mint fogalom, hogy minden egyes pálya bizonyos elemei random újra vannak generálva, és kétszer nem játszod végig ugyanazt a játékot. Ezért minden egyes játékélmény új. Ezeknél a játékoknál pedig ez rettenetesen szükséges, mert a játéknak a stílusnak alapkövetelménye az, hogy olyan brutális nehéz, hogy nagyon hamar megpusztulsz, és nem azért, mert béna vagy, hanem, mint ahogy Karak is mondja ugye Vuknak, nem vagy buta, csak még keveset tudsz. Tehát föl kell fedezned a játékot, a mechanikáját, mi hogyan működik, és amikor már megvannak ezek a dolgok, és belejössz, akkor úgy szépen a teljesítményed egyre nagyobb lesz, és egyre előrébb jutsz. Az érdekes az, hogy ez is egyébként ilyen borzasztóan egyszerű, ilyen, sőt, hát már a roguelike genezisére visszaeredeztethetően minden objektum egy ilyen kocka méretű. Tehát a karakterek, minden. És mégis a mozgás kultúra az valami borzasztóan kifinomult, mert nagyon sok helyen lehet elrontani a játékot. Nagyon sok helyen meg lehet halni. Igen. Van ennek egy trükkje a játékban. Ez azért is van, mert, és itt szerintem a Spelunky 2-nél ezt tökére fejlesztették, mert úgy van kialakítva egy adott biom, ahol éppen játszunk, mert ugye van legalább az első játékban volt 8 mondjuk kb., tehát 8 világon végigmész, itt meg lényegesen több.
tehát a kettő rettenetesen föl van dúsítva egy Rahedli háttérsztorival meg lore-ral, és azért nem értjük még, hogy mi van ezzel a... hogy miért szállnak le a Holdra, és miért vannak ott Inka maradványok. Erősen kötődik az első részhez, és a játék, hogyha elég kitartó vagy, később el is magyarázza vizuálisan, hogy mi történik. Akarom mondani, hogy egyébként ez az kell, hogy ne halljál meg benne, ami nem olyan egyszerű. Ja, meghaladsz benne, tehát ugye megkapod úgy, csak igazából a kitartás a lényeg itt, hogy igen, meghaltam, de nem dobom ki az ablakon a kontrollert és szaladok világgá, hanem megyek neki még egyszer. A játék stílusa erre egyébként erősen rá is segít több szempontból. De mi is volt a kérdés? Hát az, hogy itt én úgy láttam, mert néztem, ahogy játszol, hogy nagyon kifinomult a mozgás mechanikája. Igen, ez egyrészt a csapdák miatt van, illetve a játéknak mechanikája miatt ugye egy barlang rendszeren keresztül kell végigmásznunk, és egyre lejjebb és lejjebb jutnunk. De meg kell tanulni a játékban az, hogy nem rohansz előre, mint az őrült. Tehát az első dolog, amire megtanít, kegyetlenül a játék, mert azonnal meghalsz, hogyha ezt nem tartod be, hogy nem rohansz előre, mint az őrült, hanem a környezetedet figyeled. Hol vannak a csapdák, hol vannak ellenfelek, azok mire képesek, hogy tudod kikerülni őket, hogy tudod elintézni őket, hol tudsz összeszedni kincseket, hol milyen titkos dolgok vannak, amiket össze kell szedni. A másik dolog az, hogy és ez nagyon nagy erénye a játéknak, hogy sandboxként van felépítve az egész. Tehát amellett, hogy random generált a pálya, mindig teletobálja a játékot különböző csapdákkal, ellenfelekkel, bizonyos pálya elrendezésekkel, dolgokkal, olyan csapdákkal, hogy ezt nem láttuk a mostani játékban, lehet, hogy majd a felvételbe fog látszani ilyen. Vannak olyan csapdák, hogy egy arany szobor el van helyezve középen, és ha fölveszed, egy hatalmas nagy farönk így rád zuhan és agyonnyom. Ezt egyébként akartam mondani, hogy ahhoz képest, hogy mennyire kis aranyos szukimuki jellege van a játéknak, annak ellenére, hogyha beleesel egy csapdába, akkor vagy akár rádugranak, akkor az úgy történik meg, hogy közben egyébként a nyakat kitörik, és huárban spriccel a vér. Igen. Ez olyan érdekes. Azt hát azért a sugárba spriccel a vér, az túlzás, de pár vércsepp van. De a vércseppek azok azért vannak, tehát minden egyes elem a játékmechanikája szerint van beépítve. És itt kapcsolódik ehhez a sandbox jelleg. Uh-huh. Tehát minden egyes dolog, ami be van építve, az reagál egymásra is. És ez neked vagy nagy balszerencséd, vagy szerencséd, mert hogyha mondjuk hozzáérsz egy ellenfélhez, és az elüt, és átesel egy másikhoz, akkor az is megüt, beesel egy csapdába, eltalál egy nyíl, stb. Pillanatok alatt meghalsz. Ha szerencséd van, akkor ezeknek a láncreakciója egy olyan dolgot hoz ki, amiben még jól is jössz ki, mit tudom én, véletlenül megkapsz egy kincset, amit nem értél el adott esetben. Tehát nagyon ez a sandbox jelleg, uh-huh. ez úgymond egy ilyen vakszerencse faktort is beépít a játékba. Amitől egy kicsit izgalmasabb lesz az egész. És humorosabb megérzel, mert elképesztő, hogy mik tudnak történni egy másodpercen belül. Olyan abszurd dolgokat lehet találni benne, hogy mi a túrót keres egy pulyka a Holdon egy barlangrendszerben, amit, hogyha ráugrasz, meg tudod lovagolni, és a fejével leüti az ősembert. Meg ilyenek. Meg hogyha kinyírod, akkor sült pulyka lesz belőle, ami visszatölti az életerődet. Ez az, amit téged visz továbbra is előre? Annak ellenére, hogy nem egyszer halt? Egyrészt ez a kiszámíthatatlansága, ez rettenetesen varázslatos. Másrészt maga a játék számomra úgy van felépítve, hogy egy darabig a hangulat meg a stílus visz magával annyira, hogy nem húzom fel magam és az agyamat rajta, hogy azonnal kidobjam az ablakon az egész laptopot, ahogy van. Mert például erre ugye a zeneszerző, aki a zenéjüket szerezte, ő már ilyen második visszatérő, most így hirtelen nem fog eszembe jutni a neve, de a zeneszerzőjüknek, tehát az első pályának
azt te is rögtön rákattantál a zenére. Igen, az első pályának a zenéje marha jó. Csettingetős. Igen. Igen. És nem véletlenül ilyen, mert nagyon sokat fogsz az első világban szerepelni. Nagyon ügyesen van felépítve. Ha meghalsz, akkor nem indítja újra a zenét, hanem hagyja, hogy menjen tovább. Ha újraindítod a játékot, akkor nem automatikusan csak ez a loop megy benne, hanem kapsz egy fanfárt, hogy és ismét beléptél a barlangba, mi misztikum vár reád most. És a zene ezt így közli veled, és így kapsz egy ilyen hangulatot, hogy ú, igen, 8.651-szer meghaltam, de menjünk még egyszer. Jó, Bádiát, köszönöm szépen, hogy itt voltál, és megosztottad velünk az észrevételeidet. Hát, hogy gondoljátok, ti is ennyi, akartok egy jót szopni, akkor Spelunky 2 nemrég jött ki. Egyébként pedig tudtok minket követni Facebookon, Soundcloudon, Spotifyon, illetve YouTube-on is. Úgyhogy még egyszer köszönjük, hogy itt voltatok. Vigyázzatok magatokra, és sziasztok! Sziasztok!